A helyi igényeknek megfelelő programok kidolgozásával szeretnék 10% alá csökkenteni a végzettség nélküli iskola elhagyók arányát Magyarországon. A Nyíregyházi Egyetem konzorciumi partnerként vesz részt abban a projektben, amely ezzel a célkitűzéssel indult több egyetem és az oktatási hivatal együttműködésével. Köszöntöm a stúdióban Nagyné dr. Smelcer Erikát, a Nyíregyházi Egyetem tanárképzési főigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire komoly ez a probléma, ha nem is tudunk konkrét számokat mondani, de arányokat esetleg, hogy vajon hány gyerek, 100-ból hány gyerek az, aki 8 általános nélkül kerül ki az életbe? Jogos, nem tudok mondani statisztikát, változó, településenként változó, és régiónként is változó ez a szám, tehát országos százalék, ott esetleg egy ilyen 12% körülbelül, és ezt szeretnénk lecsökkenteni 10%-ra. Mik az okai annak, hogy idő előtt kikerül egy gyerek? Vagy nem tudja a 16 éves koráig, amíg ugye a tankötelezettség érvényes, nem tudja elvégezni az addig az általános iskolát? Nagyon erős a szociokulturális meghatározottság. Tehát ha a gyerek nem kapja meg otthonról azt a modellt, azt a mintát, vagy nem csak otthonról, hanem a környezetéből, vagy esetleg az iskola sem képes kellő módon a státuszát kezelni, akkor bizony az a gyerek könnyűszerrel lemorzsolódává válik. Mi az, amit maga az oktatási intézmény tud tenni, és gondolom, hogy erről szól ez a projekt, illetve önmagában egy oktatási intézmény mit tud elérni? Hiszen említette, hogy ez egy nagyon komoly szociokulturális probléma. Igen, először is egy nagyon komoly összefogás van a felsőfokú intézmények között. Pedagógus képzéssel foglalkozó egyetemek fogtak össze ebben a projektben, és módszert dolgoztunk ki. Ezt a módszert megtanítjuk a pedagógusoknak, több fázisú egyébként maga a projekt is éppen ennek megfelelően, és a harmadik része pedig az, amikor a módszert bevezetjük az iskolákba, hiszen már van felkészített pedagógus gárdánk, és ezt a módszert mentoráljuk, illetve az ő munkájukat nyomon követjük, mérjük, értékeljük, és aztán majd visszacsatoljuk az egészet, a tanulságokat a pedagógus képzésbe. Mik a főbb alappillérei ennek a módszernek? Differenciált tanulói kezelés, élményközpontú oktatás, kollaboratív módszer, innovációra építő és nagyon erősen a kreativitást megmozgató módszer. Épp nemrég volt egy vendégem, aki a Legóval való oktatásról beszélt, és szóba is került, hogy nem nagyon van hiányzás az iskolában, hogyha ilyen módszerrel tanítanak. Igen, ezt várjuk el mi is. Tehát ha a gyerek élménnyel távozik az iskolából, akkor visszavágyik oda. Szakítani kell azzal a korábbi felfogással, mondjuk könnyű ezt mondani, és nekem főleg egy felsőfokú intézményben dolgozónak, aki nap mint nap nem szembesülök a köznevelés rengeteg problémájával. Tehát tényleg szakítani kell azzal a hagyományos frontális kréta, fekete tábla vagy zöld tábla módszerrel, kérdezem a gyereket, átadom neki a tudást, adja vissza a tudást, nem fogja tudni. Másként tanulnak a mai gyerekek, ezt kell nekünk kezelni. Másképp is működnek a mai gyerekek, igen, sokkal ingergazdagabb környezethez szoktak, és igen, nem nagyon tudnak megülni 45 percet, mint ahogy annak idején a mi időnkben ez teljesen normális elvárás volt. Igen. Mi az, amit hozzá tud még tenni az iskola szociális nevelésben? Ugye nagyon sok vád írja az oktatási rendszert ma Magyarországon, hogy csak a lexikális tudásra és a teljesítményre orientál. A nevelési rész az nagyon-nagyon háttérbe szorult, holott ebben a programban éppen ez lenne a lényeg. Igen, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Először is a kulcs szó itt az lenne, hogy az élethosszig tartó tanulásra való nevelés. Vagyis azt kell megtanítani a gyereknek, hogy bármilyen helyzetben van, bármilyen szociális környezetben vagy munkahelyi környezetbe kerül, tudjon alkalmazkodni, képes legyen arra, hogy
mozgósítani tudja azokat az információkat, vagy a képességeit, amelyek alkalmassá teszik őt arra a helyzetre, illetve annak ahhoz a helyzethez való alkalmazkodása. Ez az egyik dolog, ez egy elméleti rész. Egyébként pedig nagyon praktikus képzéseink vannak, amivel fölkészítjük a pedagógusokat arra, például az életgyakorlat alapú program, amely kimondottan arról szól, hogy megtanítsa a gyerekkel, elfogadtassa a gyerekkel, hogy ő társadalomban él, hogy ő egy természeti környezetben él, és hogy ezek a viszonyok határozzák meg az életét. Tehát nem mindegy, hogy hogyan viszonyul a különböző helyzetekben. Magyarul ebben a programban végre az kerül előtérbe, amire egyébként minden gyereknek szüksége lenne, tehát a mentális készségeit erősítve, rugalmasabb, alkalmazkodókészebb lesz, kommunikatívabb, az együttműködési készsége növekszik, tehát ezekre mindenkinek szüksége van, nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Így van. Úgy is mondjuk, hogy ez erősen státuszkezelő ez a program. És nem csak abban az értelemben, hogy azok a gyerekek, akik leszakadó rétegből érkeznek, azoknak a státuszát kezelni oly módon, hogy fölzárkóztassuk őket, hanem azok is, akik bizonyos pozícióból esetleg magabiztosan, de egy zárt világban magabiztosan élik a tudásukat, számukra is kinyitni a világot. A munkavilágában is egészen másként tudnak teljesíteni, hiába kitűnő tanuló egy gyerek, hogyha ezekkel a szociális készségekkel nem rendelkezik, akkor a munkahelyén nem fogja tudni megállni a helyét. Igen, ezért is említettem, hogy az egyik nagyon fontos elvünk a kollaboratív nevelés. Tehát a gyerekeknek ebben a programban kimondottan a közismereti óráknak a 20%-át úgy kell felépíteni, hogy a gyerekek 5-6 fős kis csoportokban dolgoznak. És a csoportokban megvannak a szerepek, és ezek a szerepek forgószínpadszerűen változnak. Tehát mindenki lehet egy csoportban vezető, mindenki, illetve bárki, ahogy éppen a sor rá következik, szószóló, eszközfelelős, időfelelős. És végrehajtó is. És végrehajtó is. Nagyszerű. Hány iskolát érint ez a program, és hány pedagógust képeznek ki ezzel a módszerrel? Hát igen, a pályázatot, mikor meghirdették, 35 pedagógus bevonásáról volt szó. Azóta változott a kiírás, finomítani kellett, ugyanis 120 órás a képzésünk, és 35 ezer pedagógusnak a 120 órát biztosítani egyszerűen képtelenség. Végül is Eger és Szeged, a Szegedi Egyetem, az Egri Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem vállaltuk, hogy a 120 órás képzést mi biztosítjuk. Itt pillanatnyilag mi olyan 25-26 iskolában már elvégeztük a képzést, még szeptembertől be is fogják vezetni valószínű az iskolában. Egyébként sorra jelentkeznek a Nyíregyháza környéki, a Szapolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák, hogy ők is szeretnék elvégezni a kapot. Így rövidítjük a komplex alapprogram. Egyébként amennyiben módosult a pályázati kiírás, lehetővé tette, hogy 30 órás képzéseket is biztosítsunk. És mi a Nyíregyházi Egyetem többek között a LEGO képzés is betettük 30 órás képzésként, éppen az élmény alapú oktatás nevelés céljából. Mint egyik nagyszerű módja. Igen, mint egyik nagyszerű. Miben fogják mérni a programnak a sikerességét? Folyamatosan mérjük az iskolákat. Az induláskor történik egy felmérés, közben történik a mérés, pedagógus kérdezés, a interjús diákok megkérdezése, és a végén is van, és nyilván az iskolának a legeslegjobb módszer a mutatók. Tehát lesz-e utánkövetés magyarul? 2021-ig tart a program, ugye? Úgy tudom. Követik-e utána is, hogy ezek a gyerekek, akik ezzel a módszerrel tanulnak, ezek közül hány lesz az, aki valóban elvégzi a 8 általánost? Nem tudom, hogy e tekintetben lesz-e utánkövetés, remélem, hogy lesz. Viszont maga a program úgy épül föl, hogy hol lehet az egyetemek, 21-ig dolgoznak.
az iskolák között egy olyan hálózatot építünk ki, amely biztosítja a fenntartást. Tehát maguk az iskolák a hálózatosodással, a mentorálási program, amit ők maguk tehát ők fognak, maguk lesznek mentoriskolák és bázisiskolák. És terjed, reméljük, hogy terjed minél több helyre. És a mérések majd megmutatják, reméljük, eredménnyel zárul. Főigazgató asszony, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és beszámolt erről. Én is köszönöm. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.